Számomra először egy ilyen apró észrevétel, ez is lehet egy ilyen vélemény különbség, vagy amit most mondhatok, hogy én azt olvastam, hogy a Web 2 az igazából az csak a Web-ben gyomlókodik, de akkor a kérdésem, hogy így amik ilyen szolgáltatások kapcsán így felsejlett egy ilyen Facebook alternatíva, vagy szociális hálózat, így meg úgy, hogy akkor majd így lesz egy ilyen, vagy az a... hogy elképzelhetőnek tartjátok, hogy akkor ezen a hálózaton egy ilyen új Zuckerberg megjelenik, aki kitalál egy olyat, ami jobb, mint a Facebook, vagy ez így benne van az alapban és az alapvetően, vagy szvarmrendszerben? Na, tehát az alaprendszerben ilyen szociális hálózati alkalmazás nincs, tehát ezt valakinek meg kell csinálnia. Hát azt, hogy lehet-e ezeket az embereket, vagy ezt az embert új Zuckerbergnek nevezni, hát ez egy jó kérdés. Én arra tippelek, hogy nem nagyon, mert pontosan azért, mert nagyon könnyű lemásolni a dolgokat, meg nagyon könnyű, hogy mondjam, felhasználni másoknak az adatbáziseit, meg ilyesmi. Tehát, hogyha csak kifejezetten nem gonoszkodja el az illető úgy, hogy ez valami miatt ne lehessen, már pedig akkor lényegében nem nyújt semmi újat a Facebookhoz képest. Tehát, hogyha azt a nyíltságot, amit ez a rendszer lehetővé tesz, az tényleg betartja, akkor valószínűleg ekkora vagyon nem fog szert tenni, de ugyanakkor egyszerűen a first mover advantage, az hogy hívják magyarul? Első mozgó előnye. Azt hiszem lépéssel minden, az jó. Első körülnye, nem tudom rá. Szóval minden esetre valószínűleg ahhoz eleget lehet vele keresni, hogy soha többet ne kelljen olyan munkát csinálni, amit nem akarsz. Arra, hogy a fej a világra tiéd legyen, arra meg valószínűleg nem lesz elég. Tehát mi úgy látjuk, hogy az Ethereum-ban való vállalkozásnak Tehát az Ethereum-ban való vállalkozás az nem annyira winner takes all, na, ezt hogy mondják magyarul. Szóval az nem annyira... Győztes mindent visz. Tehát nem olyan győztes mindent visz alapú, mint az Ethereum nélküli világban. Tehát az Ethereum szerintem lehetőséget nyújt arra is, hogy sok lúd disznót győzzem, meg hogy... Meg úgy általában kevésbé favorizálja az ilyen mindent elnyelő kis gömbölcöket. De igen, tehát ezt valakinek meg kell csinálnia. A rövid válasz az, hogy nem, ez magában a rendszer már nem lesz végül, ezt valakinek meg kell csinálnia. Igen, ott van egy kérdés. Ott jön, megy a mikrofon. Kézre. Hogy a kompenzáció struktúrájában a Swarm, illetve az Ethereum viszonylatában mesélnek még egy kicsit, mert azt nem teljesen értettem, hogy egy tartalom előállítónak hozzatávon például milyen incentívája van arra, hogy tartalmakat előállítson, vagy hogyha mondjuk népszerűvé válik, és akkor neki is valamiféle kompenzációt jelentett? Hát első körben legalább nem jelent nagy terhet. Tehát ugye a web egyes világban a nagy probléma az nem az volt, hogy nem kompenzálták a tartalomért, hanem kifejezetten büntetett volt a népszerűség. Tehát ezt automatikusan megoldja. Na most ezen felül, majd oda fogom mondani Viktornak is, neki is úgy látszik, hogy van egy pár szava, de még hagyjuk, hogy válaszoljam meg az én véleményemet is. Tehát az ösztönzőknek a beépítése az bizonyos értelemben szintén általános módon szabad. Tehát az Ethereum egy olyan rendszer, ahol te mindenféléket le tudsz szerződésbe rögzíteni, tudsz helyben fizetni, tehát ott a webböngésződ előtt mondhatsz bármi olyat, hogy ahhoz, hogy ez történjen, ahhoz ennyit kelljen fizetni, és azt, hogy milyen üzleti modellek fognak kialakulni különböző típusú tartalmaknak a szolgáltatására, azt hiszem, hogy erről hát fantáziálni lehet, de bármi biztosat mondani, ezen a ponton még korai. Tehát, hogy tisztázzuk, tehát az incentív, azok az ötszörzők, amikről mi beszéltünk, azok elsősorban csak infrastruktúrális szolgáltatásokra ösztönzőjére vonatkozott. Tehát amire te kérdez, hogy magát a tartalom előállítást, hogy szponzoráljuk, hogy ösztönözzük, erről igazából nem volt szó. És ez persze egy teljesen nyitott probléma. El lehet képzelni olyan rendszereket, hogy például építettünk egy olyan prototípus, képzeljünk el például az elét, amiben az történik, hogy egy katalógusban meg tudod jeleníteni a listába zenéket, zeneszámokat, és
Például meg tudja a rendszer azt csinálni, hogyha benne vagy egy ilyen rendszerben, akkor ellenőrizni tudja, hogy például a katalógusbeli dal, az valójában ahhoz az a dal, amit te hallgatsz, az pontosan milyen licenszhez tartozik, pontosan ki írta alá lényegében azt a licenszet, milyen mennyi vitatott része van annak a szerződésnek, és maga a szerződés tartalmazza például azokat a royalty payment. Szerzői jogdíjakat, amit utána egy letöltéskor, vagy egy streaming service esetén egy dal meghallgatásakor rögtön kifizetsz. Most ez, el tudjátok képzelni, hogy ez milyen hihetetlen hatalmas erős dolog, hiszen az egész zeneipar ugye arról szól, hogy a lemezkiadók és az ilyen middleman, a közvetítő cégek és emberek, azok rettetesen nagy hasznot hoznak olyan dolgokon, amik igazából közvetlen interakcióval is megoldhatók a zenefogyasztók és a zene produkt, tehát a zenészek között. És egy ilyen Ethereum gazdaságban el lehet képzelni, hogy lényegében az a default, első körű feltételezés, hogy minden tranzakció közvetlenül hajtódik végre a szolgáltató és a szolgáltatás igénybe vevő között, hiszen magát azt, hogy ez az a tranzakció megtörténik biztonságosan, arra már nincs senkire szükség. Tehát ez ugye azt jelenti, hogy ideális esetben minden közbűső szereplő, vagy cég, vagy individuum, az csak akkor tud hosszú távon fennmaradni ebben a rendszerben, ha konkrét értéket ad hozzá ahhoz a tranzakcióhoz, ahhoz az interakcióhoz. És ez meglehetősen disztruktív dolog. Nem tudom, hogy ez most egy kicsit félrevittem a kérdésre, választ tulajdonképpen, de a lényeg az, hogy tudsz olyan rendszereket csinálni, ahol ellenőrizhető licenszek vannak, és mindenki ellenőrizhető, de be is tudja fizetni azt a szerzői jogdíjat. És úgy tűnik kutatásokból, hogy az emberek hajlandóak is ilyen rendszerekben önkéntesen részt venni, amennyiben ez a transzparencia biztosítja, hogy tudják, hogy a kedvenc zenészükhöz kerül az a pénz, amit a zenehallgatáskor fizetnek. És ez egy erős dolog. Köszi. Igen, ez kapcsolódóan, hogy a másolást azért ez nem fogja megakadályozni, gondolom. És a második kérdésem az pedig ezek a DAO-kkal általában, és konkrétan ezzel a DAO-val kapcsolatban a kommentjét. Igen, a másolást ez nem fogja megakadályozni, de pont erről van szó, hogy minden jel arra mutat, hogy erre nincs is szükség. Tehát, ugyanúgy, ahogy az utcazenészek nem akadályozzák meg azt, hogy az emberek csak úgy elmenjenek és meghallgassák mellettük a zenét, és ennek ellenére össze tudnak kalapozni nem kevés pénzt, mi úgy gondoljuk, hogy itt a másolást akadályozni, az fölösleges. Tehát ez nem nagy probléma. A DAO-nak a koncepciója, hát ez egy hatalmas Pandora szelencéje. Ugye, aki nem tudja, a DAO, ez a Distributed Autonomous Organization, tehát ez egy olyan elosztott embereket és gépeket tartalmazó szervezet, amelyiknek az interakciós szabályai, tehát mondjuk az alapító okirata, az egy ilyen okos szerződés. És hát egy picit unfair módon egy Slokit nevű cég az írt egy ilyen szerződést, ami lényegében egy részvénytársaságnak az alapító okirata, és ez egy kockázati befektető részvénytársaság lett volna. És hát megírták ezt a hatalmas szerződést, összeszedtek rá majdnem 130 millió dollárnyi étert, és utána kiderült, hogy ez a szerződés az nem egészen azt csinálja, mint amit az emberek gondoltak, mert volt benne egy banális programhiba. És ennek a programhibának a kihasználásával most folyik el belőle a pénz, és mindenki pánikol, és jó, mi lesz. Nem tudom, hogy mi lesz, sok minden lehet, de az biztosan látszik szerintem, de ez magánvéleményem, ezt nem a senkit másnak a nevében nem mondom, csak a magaméban.
Szóval az látszik, hogy ez így nem szabad. Nem szabad, és valószínűleg nem is lehet csinálni. Tehát valószínűleg ilyen nagy és bonyolult szerződéseket nem lehet úgy írni, hogy otthon a sufniba megírom, és akkor mivel én egy jó fej vagyok, és bennem az emberek megbíznak, ezért kirakom, hogy tessék, jöhettek. Tehát ilyenből, tehát egyszer volt Budakutyavásár, szerintem több ilyen nem lesz. Vagy legalábbis ekkora léptékben nem lesz. Tehát, hogy mondjam, állítólag a palimadár az nem olyan, mint a mamut, ez nem valaki. Szóval mi arra számítunk, hogy fognak kialakulni olyan nyílt magában a folyamatban, a folyamatot is átláthatóvá és ellenőrizhetővé tevő eljárások, amihez kell programnyelv, amihez kellenek programozási, hogy mondjam, munkafolyamatok, meg még egy csomó minden más is kell hozzá, ami még nincs, de lesz, aminek a segítségével tényleg apró, külön-külön ellenőrizhető darabokból össze lehet állítani egy szerződést, és az egyes emberi interakciókat egyre inkább gépi programokra cserélve, lassan automatizálva az interakciókat el lehet jutni majd valamikor odáig, hogy ténylegesen egy emberi szervezetet ilyen egymással kölcsönható okos szerződések valamilyen módon kössenek össze. De valószínűleg így, hogy egybe megírunk valami nagyot otthon, és utána ezt nézzétek át, hát ha nincs benne hiba, tehát szerintem ez nem működik, és ennek szerintem elég fundamentális okai vannak, hogy ez nem működik, és nem is működhet. Ezt válaszoltam? Az előadásban szóba került a bitcoin és skálázhatóságának a problémája, és tudtok-e konkrétan valamit a SegWit, illetve a Lightning Network jelenlegi fázisáról? Én a Lightning Network-ot követem valamennyire, hamarosan nyílt beta teszt lesz, működni fog, tök jó lesz, de egyébként elmondom, hogy létezik például olyan állatfajta is az Ethereumon, hogy van egy szabvány arra vonatkozólag, hogy hogyan lehet elszámolási egységeket definiálni. Abba a pólóba akartam jönni, sajnos nem abba jöttem, elfelejtettem reggelre, aminek a hátoldalán van egy forráskód, ami egy ilyen elszámolási egységet definiál, de lényegében van egy szabványos módja annak, hogy az ember különböző elszámolási egységeket definiálja, ami lehet részvény, lehet vásárlási utalvány, lehet traktári jegy, több mindegy, ilyen egymásnak passzolgatható jegyek, és az Ethereum pénztárca az automatikusan tud ilyeneket tárolni, hogyha ezek megfelelnek a szabványnak. És van egy olyan állatfajta, hogy Bitcoin Bridge, ami egy Bitcoin letéti jegy az Ethereum blokkláncon, ami azt tudja, hogy speciális módon a Bitcoin blokkláncon az ember beleutal ebbe a raktárba egy Bitcoint vagy Bitcoinokat, erről kap valami bizonyító erejű dolgot ott a Bitcoin blokkláncba, ezzel elballag az Ethereum blokkláncba, beküldi egy okos szerződésnek ezt a valamit, és akkor kap érte valamit, ami egy ilyen letéti jegy, egy Bitcoin letéti jegy, amit ugyanilyen blockchainek közötti automatizmussal vissza lehet váltani, de addig, amíg nem váltják vissza, addig ez lényegében a Bitcoinnal ekvivalensen ott a Ethereum blokkláncon adható vehető, és az Ethereum blokkláncon sokkal rugalmasabban lehet azért Lightning Networkhez hasonló ilyen blockchainen kívüli fizetési módokat implementálni. Tehát igazándiból az is elképzelhető, hogy a Bitcoin skálázhatóságot az Ethereumon keresztül fogják megoldani. Köszönöm. Még azt is hozzátenném, hogy az Ethereumon is létezik, tehát lényegében a Bitcoin Lightning Network az implementációja, már valamennyire működik, úgy hívják Raiden, és azon a csoporttal, akik ezt csinálják, együtt fogunk működni, és úgy tűnik, hogy a hálózati protokoll, ami biztosítja azt, hogy ezek a fizetési csatornák összeköthetők legyenek, és ezért kevés kapcsolattal, segítségével mégis mindenkinek tudjon fizetni. Ugye ez egy hálózati protokoll kell, úgy tűnik, hogy ennek a megvalósítását a Swarm segítségével fogjuk csinálni. Nekem a Web3-mal lenne kérdésem, őszintén a Web3 és a Swarmnak a koncepciójától egy kicsit megijedtem. Az első az, hogy Web3-szerű kezdeményezése a BitTorrentnek is van, de az nem tranzakció alapú. És én egy kicsit furának tartom azt, hogy egy name resolution-höz vagy bármihez nekem tranzakciót kelljen
adnom egy smart contractot, például a jövőben én beírom a facebook.com a böngészőmbe, és ahhoz, hogy ebből IP legyen, nekem X szabót vagy etert kelljen valakinek küldenem. Először is, jó, hát akkor most már itt a technikai részletekbe fogunk belemenni, de tehát az okos szerződések, azok hasonlóan épülnek föl, legalábbis abban a paradigmában, ahogy most a Solidity-ben programozunk, azok hasonlóan épülnek föl, mint egy objektumorientált programjában egy osztály, tehát egy szerződés az nagyon hasonlóan van megírva, mint egy osztály, vannak különböző metódusai. És ezek között vannak az accessor metódusok, amivel valamit le lehet kérdezni. És ezeket te nyilván futtathatod anélkül, hogy szabókat költenél, hiszen ott van a lokálisan nálad, meg tudod nézni, hogy mi történne. Tehát az okos szerződéseknek egy nagyon fontos tulajdonsága az, hogy ki lehet próbálni dolgokat. Tehát az, hogy ha én ezt a tranzakciót beküldeném, akkor annak mi lenne a kimenete, mi történne, ezt ki tudod próbálni anélkül, hogy beküldenéd. Ez egy nagyon fontos lépés ahhoz, hogy bízni lehessen ezekben a szerződésekben, és hogyha accessor jellegű a lekérdezésed, tehát például egy névrezolúciót akarsz csinálni, mivel az a világ állapotát nem változtatja, és valamit meg akarsz tudni, neked erre nem kell semmit költeni, ezt a saját lokális gépeden el tudod intézni. Tehát ilyen probléma nincs. Csak hát sajnos az, hogy ki tudsz mindent próbálni, még az se elég ahhoz, hogy a bonyolult szerződéseknek minden egyes lehetséges perepfeltételét kipróbáltad. Tehát ez szükséges, de nem elégséges a bizalomhoz. De amúgy a kérdésedre válaszolva, nem, neked nem kell ahhoz, hogy Facebookomat megnézd, vagy ahhoz, hogy bármilyen ilyen szorban élő dolgot fogyasztóként használj, neked egy fillert nem kell költened. Bocsánat, nem a mikrofon, és nem az előadókhoz szeretném intézni a kérdést. Volt már egy ilyen kész felemelés, hogy ki az, aki követte a DAO kontroverzit az elmúlt néhány napokból. Hogyha nem haragusztok meg, szeretném kérni egy olyat, egy félperces játék. Ki volt az, aki felemelte erre a kezét? Hogy követte a DAO-t? DAO Story-t? Hogy őket, akik felemelték most a kezüket, őket kérem arra, hogy most emeljék fel három hullámban a kezüket, hogy soft fork, hard fork, no fork. Oké? Okay? Aki nem érti, hogy mit kérdezek, az nyugodtan maradjon ki a játékból, úgy a legjobb. Tehát soft fork, hard fork, no fork. Wow. Köszönöm szépen. És egyébként megnyugtatok mindenkit, hogy a bányászok között, meg úgy általában az Ethereum community-ben is nagyjából ez a felállás, úgyhogy elég komoly esélye van annak, hogy nem lesz semmiféle fork. Igen, ott látok egy... Nekem kicsit így máshova elvettem szkerőjéként a kriptolók, tehát a világában azt tettem észre, hogy barátaimnak mesélek, hogy ilyenbe investálok ilyenek, senki nem ért, hogy miről van szó. És kérdésem igazából az lenne, hogy pont a mai napon ment tűzdére a vész, hogy ez szerintetek egy megfelelő alternatívája annak, hogy a világ a használt jelenlegi valutákat, a kriptovalutákat, a normálit egyszerűen első váltunk. Nekik ez a koncepciójuk, hogy egy lifeline-nek keresztül tudjanak az emberek váltani dollárt, fontot, jónak akár. Hát ugye erre azt hiszem, hogy a Morpheusnak a válaszát a Neónak szokás parafrazálni, hogy igen, meg lehet csinálni, de mire idáig eljut a világ, erre már nem lesz szükség. Tehát persze, tehát ugyanúgy, ahogy mondtam, hogy lehet bitcoin letéti jegyet csinálni, ugyanígy lehet dollár letéti jegyet, ilyen letéti jegyet, mindenféle letéti jegyeket lehet csinálni, amik megfelelően biztosítva vannak, és ezért tehát különböző ilyen pénzváltási dolgokat, tőzsdéket, meg minden ilyesmiket is vizionálnak az emberek, és lesz is biztos az Ethereum blokkláncon, és mindezt lehet decentralizálva is csinálni, de tehát nekem van egy olyan elképzelésem, persze lehet, hogy nem lesz igazam, hogy egy ilyen versenyben, ahol mindenkinek a feltételei hasonlóak, ott erős hátrányban van, mit tudom én, egy matolcsi. Tehát az, hogy mondjuk a forint az megállja a helyét egy olyan világban, ahol bárki nagyon könnyen eladhatja, meg átviheti határokon, meg ilyesmi. Tehát
tehát itt azért keményebb lesz a konkurencia, és nem. Tehát én úgy gondolom, hogy nem az a jövő, hogy egyszerűen leképezzük a most létező interakcióinkat ilyen blockchainre, hanem lesz valami más. Igen? Adom? Na hátulról jön. Az én kérdésem az lenne, hogy lényeg, hogyha már a webhármról beszéltünk, hogy ott akkor tegyük föl, hogy a webszerverek, meg az ahhoz tartozó adatbázisok, azok elosztottak lesznek. Emellett, hogy a lehet megvalósítani az, hogy igazi privacy-ről beszélhessünk. Nem biztos, hogy mindenki, tehát a Wikipedia az mindenki számára elérhető, semmi titok nincsen benne, de például az, hogy te mit nézel, mi nem vagyunk ismerősök a Facebookon, nem biztos, hogy rám tartozik az, hogy te kinek az ismerőse vagy. Persze. Tehát az egyik válasz erre, a könnyebbik válasz, ami nem a teljes válasz, az az, hogy hát vannak titkosítási algoritmusok. Tehát például én a saját megapomat mindenféle szívfájdalom nélkül felrakom a szorbra, csak előtte ugye áteresztem egy olyan titkosításon, hogy rajtam kívül senki másnak ennek semmi értelme nincs. Tehát ez az alapválasz, hogy hát vannak olyan eljárások, amiknek a segítségével hiába elérhető mindenki számára egy információ, csak azok számára értelmes, akik erre jogosultak. És hát ugyanaz a barátlistámmal is igaz, tehát a barátlistámat nekem nem kell mások orrára kötni. Ennél egy kicsit bonyolultabb kérdés az, hogy azt, hogy az ember miket csinál olyan esetekben, amikor bizonyos dolgoknak, publikusoknak kell lenni, de másoknak nem. Tehát például a fizetés egy ilyen dolog. Hogy a Bitcoin, meg az Ether, hogyha azokkal fizetünk, akkor igazándiból az egész könyvelés ott van a blokkláncon, és hogyha az ember egyszer valahol véletlenül összekötni saját magát egy címmel, akkor onnantól kezdve rengeteg személyes információ ezen keresztül kicsordog el, és hogy ezt a problémát hogyan kezeljük. Tehát ez egy sokkal nehezebb és szertágazó kérdés. Az egyik dolog az ezek a blockchain-en kívüli fizetési módszerek. Hogy ilyen digitálisan aláírt dokumentumokat mi vele ide-oda küldözgethetünk egymásnak, a belső elszámolásunkat tarthatjuk egymás között privát módon, úgy, hogyha bármilyen vita felmerül, akkor a bizonyítékokkal rohanunk a blokklánchoz, és ott bemutatjuk a bírónak. Ez nem egy bíró, tehát ez egy smart contract, ez teljesen automatikus, itt nincs harmadik ember. És akkor csak olyankor lesz valami nyilvános, hogyha vita van. És hát valamennyire a blokklánc nélküli világ is így működik, hogy persze mi privátba üzletelünk, de akkor, hogyha valami egyetnemértés van, akkor nyilvánosságra kerülhetnek a vitás kérdéseknek a részletei. Tehát ez az egyik válasz. Hogy igazándiból a Ethereum alkalmazás skálázhatóságnak ez egy ilyen paradigmális modellje, hogy a blokkláncot fölöslegesen nem használjuk, mert drága, mert nem skálázódik, hanem úgy építjük az alkalmazásainkat, hogy csak vita esetén arbitrációra használjuk, és akkor a saját alkalmazásunknak a privátságáról mi magunk gondoskodunk. Ez az egyik válasz. A másik válasz az még érdekesebb, van egy ilyen öreg harcos az interneten, aki már időtlen idő óta csinálgat érdekes dolgokat, és nem öregszik, tehát most is úgy néz ki, mintha annyi idős lenne, mint én, pedig idősebb, mint az édesapám. Őt úgy hívják, hogy Zuko, és ő csinált egy Bitcoinhoz nagyon hasonló fizetési rendszert, ami ilyen, hát most nem tudom, kinek mondasz valamit, vagy nem, ez a információközlés nélküli bizonyításnak hívják magyarul, tehát ilyeneken alapul, hogy azt, hogy az egyik tranzakció után jöhet a másik, ugye annak megvannak bizonyos feltételei, hogy az egyenlegek nem növekednek, hogy a egyiknek a címzet, tehát az egyiknek a kedvezményezettje, meg a másiknak a kezdeményezője az ugyanaz, meg ilyesmi. Tehát vannak ilyen feltételek, hogy ezeket a feltételeket lehet ilyen információközlés nélkül bizonyítani, és akkor mindenki le tudja ellenőrizni azt, hogy a tranzakciók jogosak, de azt, hogy kik között és mennyi pénzről volt szó, az már nem látszik benne. És hát ugyanezt is meg lehet a Ethereum alapon is csinálni, tehát ezt nem feltétlenül kell rá külön blokkláncot építeni, mint ahogy az ukraik csinálták,
és az UCO nemrég Berlinben, most egyen 3 hete voltunk Berlinben, ott tartott egy előadást etereumosoknak, kifejezetten azzal a céllal, hogy hey, fiú, csináljátok már ezt meg etereumban. Ezt gondolom, válaszoltam? Igen. Még egy kérdésem lehet veszem, hogy a felhasználói bázis méretéről, hogy és megint csak egy analógia erejében hozom a Facebookot, vagy azt olvastam, hogy körülbelül a mostani internet az ők fele Facebook az intenzív, a másik felét az így soha nem is fog érdekelni, és a Facebook az azért akarja most intenzíven bevonzani azokat az embereket, akik még nem internetezen, például Indiában. És akkor nektek is nyilván van egy ilyen pozitív, meg egy negatív, meg a kettő között egy ilyen reális elképzelés, hogy a egyrészt felhasználó számot tekintve, vagyis az internetezők arányának hány százaléka fog az Ethereum interneten internetezni, illetve az internetes gazdaság pénzben kifejezhető értékének hány százaléka fog ezen a csatornán bebonyolódni. Köszönöm. No, hát ez egy elég hálátlan feladat, ilyen jóslatokba bocsátkozni, úgyhogy nem ér a nevem, amit itt mondtam, azt azért nem vállalok semmit a felelősséget, és magatokra vessetek, hogyha rossz döntéseket hoztam ez alapján. De hát először is szerintem a Facebook azért egy kicsit el van most már rájúlva magától, és nagyon rosszul látják a helyzetet, mert hogy nem tudom, emlékeztek-e arra a kifejezésre, hogy orkutizáció. Ez most elérte a Facebookot. Tehát a Facebook nagyon-nagyon sokáig azért tudott növekedni, és azért volt ennyire marhára népszerű, mert a Harvardról indult, utána az amerikai top egyetemeken folytatódott, utána az amerikai egyetemeken, utána az egyetemeken, és így lassan nyitogatták ki, és minden egyes lépésben baromira vigyáztak arra, hogy mindig a következő bevont körök belül azok az emberek, akik már benne vannak, azok ilyen cool emberek legyenek, azok olyanok, akikre így felnéznek. Tehát a Facebook az úgy tudott növekedni, és szerintem ez veletek is így volt, hogy akikkel ti megismerkedtetek először a Facebookon, azok ilyen menő emberek voltak. Tehát itt mindig, tehát úgy ott volt a világnak az elitje. És hát mostanra, hogy már lenyelték az egész bolygót, hát mostantól kezdve, hát a Facebookon is ugyanazokról a hülyeségekről van szó, tele van az emberek meg focival a hírfolyammal, tehát most már semmi érdekes nincs igazándiból a Facebookon, és mindenki keresi a kintet. Tehát az, hogy a Facebook itt még terjeszkedni akar valahol, szerintem a semmi esélyük. Tehát most már ez az egyik irány. A másik dolog, amit hozzá tudnék fűzni, az, hogy hát az Ethereum az szerintem akár még nagyobb is tud lenni, mint a Bitcoin, mint az internet. Tehát igazándiból az Ethereumnak csak annyira kell az internet, mint amennyire az internetnek annak idején szüksége volt a telefonhálózatra. Tehát az Ethereumról ugye azt várjuk, hogyha nem szúrjuk el nagyon, hogy az örökké fog tartani, és generációk fognak alatta kicserélődni hálózati technológiával, vagy mindenféle, és egy idő múlva lehet akár az is igaz, hogy egyszerűen ahhoz, hogy fizessél, ahhoz valamilyen Ethereum-szerű dolgokkal kell interaktálnod. Tehát előfordulhat az is, hogy egyszerűen az egész emberiség Ethereumot fog használni. Tehát ez az abszolút pozitív, tehát ez a legoptimistább változat, tehát igazándiból nem látjuk felső korlátját a növekedésnek, és még az internetet sem tartjuk felső korlátjának. Igen. Hogy érted, hogy nem felső korlátja? Hát úgy, hogy internet, SMS-be is lehet a Ethereum tranzakciót küldeni, hát most minek az internet? Meg, bocsánat, csak egy rövid hozzászólás, hogy a Facebookon nincsenek robotok, ugye? De azt mondják, hogy 10 éven belül lesz 1000-szer annyi robot, mint amennyi ember van összesen a világon, és hogyha azok is Ethereumon tranzaktálnak, akkor 1000-szer többen fognak a gépek, robotok, kis bizbaszoktól óriási bizbaszokig egymással tranzaktálni és kommunikálni Ethereumon. Lehet, hogy 15 év múlva már olyan dolgokról, amikről fogalmunk sincs és nem értjük. Tehát igen, tehát ezek a abszolút optimista, ilyen csillogó szemű jóslatok. Az abszolút pessimista jóslat az pedig az, hogy már ezt az első krízisre fogja túlélni az Ethereum, és akkor egy ilyen kerekértékű lesz a felhasználó szám, mert egyszerűen kiderül, hogy ezt nem lehet
ezt se gondolom, ezt sokkal kevésbé gondolom valószínűnek, mint azt az első jóslatot, de ez is benne van a pakliba, hogy egyszerűen kiderül, hogy ez így nem megy. Vagy olyan sorsra jut, mint a MySpace, hogy állítólag vannak és használják. Szóval ilyen is előfordulhat, tehát reméljük, hogy nem fog. Realisztikusan mit lehet várni? Hát az igazság, hogy a kettő között bármit. Tehát szerintem a legjobb jele annak, hogy mit gondolnak az emberek arról, erről a kérdésről, az az árfolyam. Nagyon érdekes egyébként, tehát nekem erőteljesen megjött a bizodalmam az emberiségbe, és hogy mondjam, a józanésznek olyan felvillanását láttam, amelyben ritkán van az embernek része, hogy amikor ugye a DAO-ról kiderült, hogy nem nyert, és zuhanórepülésbe kezdett az éterárfolyam, akkor egy kicsit bennem felmerült az, hogy húha, ezt lehet, hogy nagyon megszívtuk, és most össze fog omlani, és érdekes módon nem ez történt, hanem 20 dollárról leesett a 11-12 dollár környékére az ár, és ott megállt. Most már 9. Már 9? Hát azt mondja, hogy 12, bocsánat, csak 2. Szóval én az előadás előtt megnéztem, és akkor 11-es fél volt. Szóval minden esetre ilyen nagyságrendben úgy néz ki, hogy stabilizálódott az árfolyam, ami azért fantasztikus, mert hát a DAO körüli hype előtt, amikor az emberek elkezdtek a DAO miatt étert venni, az előtt körülbelül pont ugyanitt állt. Tehát magyarán szólva a DAO fölfújta az árfolyamat egy kicsit, utána leeresztette és ott megállt. Tehát az emberek, akik nem a DAO-ban látják az Ethereum-ot, azok továbbra is bíznak benne és értik azt, hogy itt nincs vége a világnak. Úgyhogy várjunk még egy hetet, jó? De minden esetre, tehát én úgy látom, hogy valamilyen közös megoldás lesz, de tényleg a nulla és a minden között